Gangsta Zoli és a Carter koncertezett november 18-án Debrecenben a Roncs Bárban. Az eseménynek volt egy különleges apropója, méghozzá az, hogy Gangsta Zoli, illetve zenésztársa Takács Vilkó, vagyis a Dos Diavolos együttes tagjai képregényhősökké váltak. Nem voltunk restek, ellátogattunk a sajtótájékoztatóra, és ezzel kapcsolatban is kifaggattuk a fiúkat. Tartsatok velünk! Nem csak a Gangsta Zoli és a Carterről szó lesz, hanem ugye a fiúknak a duójáról. Miért szűkítetted le ezt a kört? Tulajdonképpen Zolival, amikor beszéltünk, hogy rajzolnánk egy képregényt, akkor ő javasolt, hogy kezdjük már ezt a Vilkós történettel, ezzel a Dos Diavolosszal, úgyhogy ezen indultunk el. Hát adta magát a történet, mert nemrég jelent meg a Egyenesen a mocsárból című lemezük, és persze egy tök jó blues dal ugyanezzel a címmel megy, és végül is ez lett a történetet, és ezt rajzoltuk meg. Nekem volt egy ilyen ötletem a Vili felé, már amikor csináltuk a lemezt, hogy ezek ilyen képregény figurák, amiket mi így kitaláltunk magunknak, és ahogy a lemez készült ezekkel a közjátékokkal, ez így egyre erősödött ez, hogy ez akár vagy rajzfilm, vagy még képregény is lehetne belőle, és akkor felhívott minket a Labi ezzel az ötlettel, mintha gondolatolvasó lenne, és mi meg egyből azt mondjuk, persze, nyilván, de jó, csináljuk. És akkor utána én onnantól kezdve hátra is dőltem, és alig lehetett rávenni bármi munkára. Márpedig, ha jól tudom, azért a szövegekből kivettétek a részleteket, ez tulajdonképpen mennyi munka volt, és mennyire kellett az alapvető, vagy az alapsémát átszabnotok? Hát ugye maga a sztori az megvolt már, készre volt vágva, de mindenképpen mondtam a Labinak, hogy ha van rá mód, akkor szeretnék átírni a szövegeket, hogyha valaki ezt a képregényt olvassa, akkor a mi hangunkat hallja mellé, vagyis igazából a Dos Diavolosnak a két figuráját, Górét meg a fiút. Úgyhogy igazából nem volt hosszú idő, mert magát a demo verziót azt megkaptuk korábban ebből a képregényből, és tudtuk, hogy nagyjából mi a sztori, hogy honnan A-ból hova fog eljutni a két főhős, B-be, vagy C-be, vagy Z-be. Úgyhogy lényegében szerintem egy pár óra alatt megvolt ez a szöveg átírás. Átformáltuk, visszaküldtük, és mondta Labi, hogy ez tök jó. Mi minden történik egyébként a sztoriban? Hát igazából az van, hogy ők elindulnak és egy pókerpartin vesznek részt, ahol ugye nyernek és üldözik őket, náluk van egy zsákpénz, el van rejtve egy autó, amivel elindulnak a Mexikó felé, és hát persze az autó az lerobban, és akkor ott találkoznak egy emberrel, aki elviszi őket egy házba, ahol isznak egy kis pálinkát, de Zoli előtte talál a hűtőszekrényben egy békabefőtet, és akkor megeszi a békabefőtből, hogy három békát leharap. Nem kérdezzem meg, te mit ittál előtt, amikor a békabefőt az eszedbe jutott? Hát azt nem árulom el, de lényeg, hogy ez a történet, és akkor ott Zoli álmodik egyet, felkelnek, elkapnak egy aligátort, megeszik, megsütik, utána mennek még egy tetoválószalomba, ott feltetoválják magukra a történetet, közben Mexikóba balhéba kereverednek, van egy jó kis verekedős jelenet, még elvisznek két mexikói csajt, és utána találkoznak a Carter tagjaival, röviden ennyi. Neked melyik volt a kedvenc részed? Az aligátor, amikor birkózok. Azt nagyon szeretem. Miért? Mert a menő. És Vilkó, neked melyik volt a kedvenc részed? Nekem meg az, amikor Muddy Waters szelleme megjelenik, és megillet minket, és az ő hatására nekiállunk saját dalokat írni. Ez tök jól el lett csípve. Nagyon tetszik a zenekarnak az image-e, ugye a zenéje is tökéletesen passzol egyébként a kiadványhoz. Mondtam is Labinak, hogy ilyen mocsás szagú sprével kellene befújni a kiadványokat, hogy még jobban hozza ezt a feelinget. Úgyhogy megtiszteltetés nekünk is, hogy együtt dolgozhattunk ugye a duóval.
Mennyire volt könnyű vagy nehéz a karaktereiket megformázni, megrajzolni? Mennyire adta magát az egész, vagy volt-e olyan, ami esetleg pont, hogy nehézséget okozott? Hát igazából, mivel karikatúrákat is csinálok, viszonylag könnyű dolgom volt, ugye, Zoliéka. Meg, tehát klasszikus karakterek, tehát most nem, tehát mégis Piszkos Fred és társainak a története is valamilyen szinten ilyen kicsit ilyen szatirikus, vicces. Ugyanezt próbáltuk hozni a zenekarral kapcsolatban is, hogy legyen egy ilyen éle is a dolognak. El lehet mondani, hogy kikkel dolgozott eddig együtt, hasonló kiadványok kapcsán? Hát igazából ezek ilyen underground kiadványok, tehát a fanklubon keresztül működtek. Tehát a Blind Melon zenekar, mégis ez egy amerikai zenekar, az Alice in Chains számára készült egy ilyen tehát a zenekar történetét áttekintő sztori. Aztán van egy fikció, amit egy ausztrál sráccal közösen sikerült létrehoznunk. Ez Tom Waits humoros történeteit dolgozza fel. Nagy hirtelen körülbelül ennyi. Most saját zenekarom első turnéját is szintén sikerült képregényes formában megörökíteni, és a továbbiakban pedig így a Master Lab keretein belül fogunk hazai rockzenészek úgymond érdekes sztóriaiban közreműködni. Említette, hogy ezek ugye underground kiadványok voltak, viszont van-e arról tudomás, hogy eljutott-e valamelyik zenekarhoz ez a képregény is, hogy milyen véleménnyel voltak róla? Igen, hát általában sikerük volt. Hát eleve a rajongók körében, de például a Monster Magnet esetében, amikor ugye itt turnéztek az Ozon, vagy itt szerepeltek az Ozon Mama a zenekarra, akkor ugye a Mindorf, az énekes, képregény boltban dolgozott annak idején, és nagy gyűjtő, tehát ő személyesen nagyon megérintette, hogy ugye eljött Magyarországra, és egy ilyen speciális ajándékot kapott. Hát ez egy emlékezetes dolog volt. A plac, a plac, a gyűjt, ez ott a fütös, nem a rész, nem rész, a terrorist az ellen, a büszkőbe elkezdett a nekem, meg a felén lett a füles, hogy tesz le! A szöveget tetszett és az elémről, az iszövet hallos, hogy a jóborról, azt se felejtsük el, hogy lesz még folytatás. Mit lehet tudni a további kiadványokról? Hát ezt a trilógiát tervezzük Zoliéka, és én most bízok abban, hogy sikeres lesz, ahogy látom most az indulás az elég jól kezdődik, és lesz egy második rész a mexikói kalandjaikról. Illetve ami már kész van, amiről fixen tudok beszélni, ez december 17-én Budapesten lesz a sajtótájékoztatója, a Mystery Gangnek van kész a képregénye, az akkor fog megjelenni, már tulajdonképpen 99%-ban kész van, az akkor lesz egy nagy Mystery Gang koncert előtt a bemutatója, illetve januárban pedig a Kemény Henrik életét feldolgozó képregényünk fog megjelenni. Magába a történetbe, ami még később kerül majd kiadásra, van beleszólásotok? Persze, nyilván a labiek mindig várják tőlünk az ötleteket. Most, mikor foci világbajnokság lesz, nőlem aztán nehéz várni ötleteket, bármit nehéz várni tőlem innentől kezdve. Most egy, amíg tart ez az esemény, kicsit el leszek foglalva. De persze, hogy ne lenne beleszólásunk, nyilván mi mondjuk, hogy szeretnénk ezt, mit csináljanak a főhősök, hol legyen ez a dolog. És, de ők jönnek az alapötletekkel, és akkor ezt mi abszolút megváltoztathatjuk, ha akarjuk. De ebben az első füzetben, ebben olyan volt eleve az alap sztori, meg az alap ötlet, hogy nem nagyon kellett belenyúlni. Nyilván mi adtuk az ikletet, aztán utána a srácok meg tök jól megcsinálták. Melyik így a jókor, jókor, azt mondtuk ez egy csókor, sosem elég a szó volt, a rímeket a szó volt, az oltásokat passió volt. Köpülök a csóra, a szimpatok a húgó, az oldul a nyertben, pöpöl a matrombot, jövény a szikapból, a sakrombol. Kártyál a krópitor, a magas lóról, vaker a jóról, egyenesen a gettóról. Kicsit röviden beszéljünk még egyébként magáról a Gangsta Zoli és a Kártel zenekarról. Ugye most egy lemezmutató koncert turnén vagytok. Elbohóckodtátok itt az utóbbi időt, pozitívan értve.
Mesélj egy kicsit a munkálatokról, hogy zajlottak, és eddig milyen fogadtatásban részesült az új album. A fogadtatás az, hogy hátulról kezdjem, mindig onnan szoktam. Fogadtatás az kiváló, tényleg meglepően jó. Gondoltuk, hogy ez nem lehet rossz, de felülmúlt a várakozásainkat, azt gondolom, azt mondhatom. És a munkálatokról meg annyit kell tudni, hogy ez egy elég hosszú idő alatt elkészült anyag volt, mert az első dalokat szerintem ez több mint egy évig készült, és a Józsa Alex stúdiójában Dabason, ugye, aki nagyon jó barátunk, és most már második lemez óta ő a producerünk, ővele csináltuk a lemezt, és akkor mindig így kimentünk, és ilyen szeánszokat tartottunk, hogy kin is aludtunk, és akkor kis bulika is belefért nyilván olyankor, és akkor egész éjszakában nyúlóan lehetett csinálni. Voltak szövegötleteim, vittem ki, akkor volt egy zenei ötletem is, a Gyógyszer című számot például, és tök jó fej, mert én nem gondoltam arra, hogy nekem abból a zeneszerzésből jut majd nekem abból, mert én néztem, csak volt egy akkordmenet ötletem, meg egy szövegötlettel kimentem az Alexhez, és utána ő ezt megvalósította, baromi jó meghangszerelte, és lett belőle egy nagyon jó kis dal, de hát nem egy dal van, hanem ott a Bohóz című számot például ő úgy vette föl, hogy dolgozott egy szimfonikus zenekarral egy másik produkció kapcsán, és volt egy kis, egyszer előbb végeztek, és ő már megírt egy számot, egy ilyen, ami a Bohóz című dalnak a szimfonikus része, ő azt megírta, és felvett, azt mondja, a zenekar mondta, akkor előbb hazamentünk? Nem mentek sehova, ezt föl kéne játszani, ki van fizetve, és följátszotta, egy frankó szimfonikus zenekarra van följátszva, tehát nagyon komoly zenei dolgok történnek ezen a lemezen, de én azt gondolom, hogy a Vilko is azt mondja, például is a Gyógyszerben egy olyan jó szólót játszik, hogy mondta neki az Alex, hogy egy ilyen George Benzonos kéne, és olyan lett. Tehát ezt ő tudja elmondani. Amikor színpadra varázsoljátok a lemezt, akkor mennyit kell még ezen csiszolni, hogy úgy szólaljon meg a koncerteken, hogy az számotokra is megfelelő legyen? Fú, hát sokat. Sokat. Ez egy külön sztori, mert ugye lemezen hallgatni dalokat egyfajta minőség, és színpadra vinni ez egy másik fajta minőség, hiszen teljesen más tenket, meg teljesen másfajta attitűdöt kell belevinni a dalokba. Nagyon sokszor van az, hogy például valamit a próbateremben kitalálunk, hogy ez majd tök jól fog szólni a koncerten, és igazából a koncerten, amikor látod, hogy a közönség hogyan reagál, mozognak rá, vagy csak figyelgetnek, abból rengeteg mindent le lehet szűrni, és azáltal is formálódnak a dalok. Úgyhogy kell egy jó 5-6 koncert, amire beáll igazából a végleges zenei verzió, de utána engem már öröm mindegyik dalat játszani. Köszi, hogy ismét néztétek a Roncsolót, tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig ne felejtsetek el feliratkozni az Alföld Televízió YouTube csatornájára. Várjuk kommentjeiteket a műsorral kapcsolatban, de emellett a Roncsolót természetesen megtaláljátok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Sziasztok!